ez egyfajta felfogása ennek az amúgy is töredékes történetnek, hiszen Büchner utolsó műve és befejezetlen. Ez részben nem jó, részben viszont ad némi szabadságot az alkotáshoz, kicsit asszociatívabb módon kezelni magát ezt a történetet. Egy nagyon jelentős művésszel a centrumában, aki a Tom Waits. Beszéljünk róla, mint költőről, mint énekesről, mint színészről. Ami leginkább jellemző ő rá, hogy valahogy mindig a perifériáról énekel, és ő maga is annyira különleges személyiség, hogy ha ránézel, akkor a mainstreamben nem igazán tudod elképzelni, kizárólag a periférián. Tehát nem operett, nem musical, ez rockzene vagy popzene. Ebben az előadásban terveim szerint nagyon jelentős lesz a zene mellett a mozgás is. Tehát egyfajta fundamentuma az ábrázolásmódnak, a mozgás maga, és úgy képzelem el az ő jelenlétüket ebben a darabban, hogy ez egyszerre egy pszichés és fizikális jelenlét, amit nekik itt képviselni kell, illetve reflexió mindig, minden esetben az adott történésekre. Ez lesz az ő feladatuk. Tehát magyarul nem egy hagyományos zenés színházat készülünk csinálni, hanem én inkább hasonlítanám a ballada műfajához.